Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмежень. Ma a széles körül tanácskozás keretében vitattuk meg az energiaszektorban kialakult helyzetet. A téma sok rétű, a megrongálódott létesítmények helyreállítása, a villamos energia termelésének védelme, a lakosság árammal való ellátásának biztosítása. Jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök szerda esti videó üzenetében. Az államfő elmondta, hogy Ukrajna számos városában és régiójában ütemterv szerinti kapcsolások vannak, de mindenkinek emlékezni kell arra, hogy az energiaszektorban is szükségünk van az Orosz Föderáció feletti győzelemre. Bármit is tesz az ellenség, a mi feladatunk, hogy keresztül húzzuk terveit és megvédjük Ukrajnát. Ez pedig nem csak egy valaki feladata, nem csak az energetikai szféra dolgozóit érinti. Most már minden Ukrán tudatos áramfogyasztására van szükség, fogalmazott az elnök. Zelenszké arra szólította fel a lakosságot, hogy válassza ki saját módszerét az energia a fogyasztás korlátozására, amíg hiány van az energiarendszerben. Az európai országok a szükségesnél nagyobb gázkészletet halmoztak fel a cseppfolyósított gáz importjának hirtelen növekedése és a szokatlanul meleg időjárás miatt, számolt be a Blomberg. Kockázati tényezők még vannak, sok múlik az időjáráson, és egy hirtelen lehűlés Európát a tartalékok felhasználására kényszeríti. A kormányokat aggasztja az energialétesítményeket érintő újabb szabotás akció kockázata, amely felboríthatja a piacot. Az enyhe időjárás miatt egyenlőre visszafogott a kereslet, de az európai politikusok attól tartanak, hogy az alacsonyabb gázárak a nyári csúcshoz képest magasabb fogyasztáshoz vezethetnek, amikor lehűl a hőmérséklet. Az európai gáz többlet várhatóan decemberig kitart. Nem valószínű, hogy Európában hideg lesz novemberben, mondta Giacomo Massato, az Illumia olasz energiavállalat vezető elemzője és meteorológusa. A Gáz Infrastruktur Europe adatai szerint az európai tárolók 93,6%-ban, Németországban pedig 97,5%-ban teltek meg. Bár ez némi kényelmet biztosít a piac számára, Németországban ez csak a két hónapig tartó hideg időjárási igények kielégítésére elegendő. Ezért Európának folytatnia kell a cseppfolyósított gáz beszerzését. Olekszé Reznikov ukrán védelmi miniszter a Politico kiadványnak adott interjújában elmondta, Ukrajna switchblade drónok érkezését várja az USA-ból. Még mindig várunk a Switchblade drónokra, az Egyesült Államok megígérte, hogy segít Kijevnek növelni a kamikaze drón készletét. Ez az önmegsemmisítő, pilóta nélküli légi eszköz, mielőtt csapást mérne, képes egy ideig lebegni a cél felett, mondta a védelmi tárca vezetője. Az Aerovironment dróngyártó kijelentette. Az első tíz darabot tartalmazó szállítmány heteken belül megérkezik. Reznikov megjegyezte, hogy Irán 2400 drónt adott Oroszországnak az elmúlt hetekben. Azt mondanám, hogy átmenetileg az iráni drónok nyerik ezt a versenyt, mondta Reznikov. Elmondása szerint annak ellenére, hogy a harckocsik és a vadászgépek fejlesztés alatt állnak, az elkövetkezendő hónapokban a légvédelem lesz az első számú prioritás. Kiev és más városok légterevédelmének megerősítése továbbra is az ukrán hatóság elsődleges prioritása, mivel folyamatosak a rakéta és dróntámadások. Ezért kérjük partnereinket, hogy ne csak a közép- vagy nagy hatótávolságú fegyverekben gondolkodjanak. Különböző rövid hatótávolságú rendszerekre is szükségünk van. Svédország, Németország és az USA rendelkezik ilyennel, mondta a védelmi tárca vezetője. Ukrajnában a hadi állapot idején tartozás miatt tilos lekapcsolni a kommunális szolgáltatásokat, közölte az ideiglenesen megszállt területek reintegrációjával foglalkozó minisztérium sajtószolgálata. Ukrajnában a kormány március 5 i határozata értelmében a hadiállapot ideje alatt tartozás esetén tilos a lakosság számára a kommunális szolgáltatások megszüntetése, illetve felfüggesztése áll a közleményben. A minisztérium tájékoztatása szerint ez a villamos energiára, gázszolgáltatásra, a melegvíz és központi vízellátásra vonatkozik. Az ukrán kormány társadalmilag hasznos munkába vonja be a munkanélkülieket, akik munkájukért fizetést is fognak kapni. Közölte Júlia Sviridenko, első miniszterelnök helyettes, számolt be az Úrjadóvé portál. A kormány kidolgozott egy olyan mechanizmust, amelyel az átmenetileg munkanélkülieket be lehet vonni a társadalmilag hasznos munka elvégzésére a régiókban. A különböző okokból kifolyólag munkanélkül maradt polgárok csatlakozhatnak az ország újjájára építő hadseregéhez, az állam pedig szintjén fizeti meg munkájukat, magyarázta a politikus. Elmondása szerint a munkanélküliek részt vehetnek ellenőrzőpontok felállításában és megerősítésében, fakivágásban, tűzifagyűjtésben a katonaság és a lakosság számára, romeltakarításban, gátak megerősítésében, autópályák megtisztításában, humanitárius segélyek kirakodásában, óvóhelyek kialakításában. Mindez Ezeket munkaképes személyek végzik, regisztrált munkanélküliek és belföldi menekültek. Az elvégzett munkáért a minimálbér 6700 ribnya jár, ami a legtöbb esetben magasabb, mint a munkanélküli segély. A munkavállalókkal munkaszerződést is kötnek. Az Ukrzaliznice 35 generátort kapott az Ukrajnai Vöröskereszt Egyesülettől az ukrajnai vasútállomások zavartalan működésének biztosítására. Magabiztosan állunk a téli időszak előtt, mert partnereink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az állomások továbbra is azok a pontok legyenek, ahová az emberek eljöhetnek és garantált szolgáltatást kapnak. Az Ukrán Vörös Kereszt Egyesülettel közösen elindítjuk az állomások energiafüggetlenségének programját. Ez nem csak az Ukrözelőznica támogatása, hanem az utasoké is. Az állomásokon pontokat állítanak fel, ahol teát, kávét lehet majd kapni, ezek a generációk függetlenítik az állomásokat az esetleges orosz, ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni támadásoktól. Köszönjük az ukrán vörös keresztnek az együttműködést, mondta Alexander Percovsky, az Ukrzaléznica igazgató tanácsának tagja, az utasszállító osztályvezetője. Kárpátalján a Munkácsi, Csapi és Ungvári vasútállomásokon működnek majd a generátorok. A humanitárius adomány összege csak nem 12 millió hryvnya. A múlt héten az a 154 vízmelegítőt kapott, amelyeket 79 állomás között osztottak szét. Az új berendezéseknek köszönhetően a pihenőkben és a gyermekes anyukák számára kialakított helyiségekben biztosított a folyamatos melegvízellátás.